1956 és 2006. október 23-a. Ez a két dátum a kezdete és a vége a mai október 23-ai nemzetünnepünknek. Ez a 50 év nagy idő. Sok-sok ember él még közöttünk, akik átélték 56-os forradalmat és velünk emlékeznek vissza. Akkor az ország nagy része érezte sikerülében a nagy előnök szabadságát. Felemelte a fejét a nemzet, és magasra tartotta a legendás Lukasz Lászlót. Fiatalok, egyetemisták, munkások, békés polgárok mondtak az utcákra, és a 48-as forradalom szelleme ott lebegett a tömeg fölött. Ez volt 1956. október 23-a. De a végzet ezt a forradalmat és szabadságharcot is utolérte. Súlyos tankok ránctalpait tapostak a tegnap, mint száztalpak közekre, és durva csizmák léptek a nemrég felemelt fejekre. Emlékezzünk Magyarország akkori miniszterelnökére, Nagy Imrére, aki társaival mártír halált halt, és aki nem kért a magyar szabadság elnyomóinak kegyelméből. Erre az ünnepre 1956. október 23-ára emlékezünk most. Velünk él ez az ünnep, és velünk élnek még sokan a hősök közül, akik emlékeznek, akik nem hagyják, hogy mi ne emlékezzünk. Emlékezzünk.1956-ban Magyarországon forradalom tört ki a szovjetek által támogatott kommunista rezsim ellen. Magyarország miniszterelnöke behívta a szovjet csapatokat, hogy verjék le a forradalmat. A miniszterelnököt Hegedűs Andrásnak hívják. Ő az én nagyapám. Pártunk a Magyar Dolgozók Pártja iránymutatását követve minden megtett azért, hogy a szocializmus felépítése, országunk felemelkedése meggyorsuljon. Véges akkor lettem, amikor már a miniszterelnökségülés után a szobám, miniszter tanács elnöki szobája ablakából láttam a Margit hídon átözönlő tömeget, és láttam, hogy a vörös csillagot kiszedik az ászlókból, és valami furcsa átalakulás ment végbe. A nép fölkelt, tulajdonképpen ellenünk, azt éreztem. Maga rokona 56-ba a forradalom ideje alatt aljasságokat is elkövetett, hazudott a magyar nép rovására, és ezt jóvá nem teheti semmiféle módon. Ti kiadtátok a parancsot, a tüntető egyetemi diákok elleni gyilkos sortűzre adtátok ki a parancsot. Mi? Egy sortűzre. Ez igaz? Nem, egyetlen. Kijárási tilalmat rendeltem, mert nem sortűzett. Ki a sortűző szó se volt. Ki rendelte a sortűzőt? Volt egy katonai bizottság, amelyiknek átadtuk a teljes teljhatalmat adtuk. Kilőtt először. Az AVA közbelépett, hogy megakadályozza a demonstrációkat, és ez fegyveres összecsapásokhoz vezetett. A szovjet vezetés sürgette a magyar kormányt, hogy lépjen fel az úgynevezett ellenforradalmi csoportokkal szemben. Ezt követően a nagyapámat leváltották a miniszterelnöki posztjáról. Majd aláírta azt a dokumentumot, amely behívta a szovjet csapatokat. Alá kellett írnom. Úgy gondolkoztam, hogy talán ez életeket ment meg,
Oroszokat nem én hívtam be, oroszok bent voltak Magyarországon. Én csak utólag adtam egy levelet. Ha valaki egy magyar ember, akkor egy ilyen dokumentumot, pláne ha nem ő csinálta, nem ír alá. Ezzel az aláírással hitelesítette az oroszok bejövetelét. A fegyveres fölkerést, tudod, nem tartom értelmes dolognak. Pongrácz 13 éves gyerekeket tankok ellen küldött. Őrült volt. Nem lehetett elzabadni őket. 13 éves gyerek, akit rengetegszer zabadt haza, kettőt fordult és megint oda került valamelyik körülti abban. Szóval nem tudok egyetérteni azzal, hogy valaki 13 éves gyerekeket tankokkal szembeállít. Nemzetnek a szabadsága, a függetlensége, az önrendelkezése a legfontosabb a világon. Nem szabad az embereket eszmékért, semmiféle eszmékért nem szabad életeket feláldozni. A harcok folytatódtak, és a helyzet egyre rosszabb lett. Nagyapám Moszkvába repült. A kevésbé vonalas kommunista, Nagy Imre lett az új. Thank you.
tiszta föld, mely kenyeret ad. E folyó tele halakkal, e szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Hol egykor őseik laktak, így csodáztak, kikulladtak, s ahol a határt utcadták, s örökségül járhatták, ez a haza. Ez a föld, mely rámörekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármára járunk, mindig visszavágyunk. Ez a haza. A haza az a hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük, melynek története dicsőségünk, virágozása boldogságunk, jövője reményünk. Lelkedből lelkedé, magyar vagyok, nem csak a vér szellem után, szellemetekből dicső nagyon, növekvén és táplálkozán. Szeres hazádat, és nem ad. A néma szeretet csűz, mint a lélek, melyik a nyelvét ütött. Tégy érte mindent, értve kell, csekébe vett, de a hazát mondjam meg, kockára ki, ne tett. Tűr érte mindent, ami vett, ki, szégyent és halált, de el ne szenved, el ne tűnt véledő házatát. S ne csak a veszélyben létség, a béke vészesen, s melyet vágámos népeket, gyógyíthatatlan a sem. Voltak népünk életének vészterhes megpróbáltatásokkal teli évei, de voltak dicsőbb korszakai, felemelő pillanatai. Fölöttük a szabadság millió millata. 1703, 1848 és 1956. A 20. század népünkre, mint a többi népre is sok megpróbáltatás, két világháború, szenvedés, halál, országhatárunk hatalmi érdekek szerinti megváltoztatása. 1945-ben egy megnyugodott nép hat háborús év borzalma után hittel, bizakodással tekintett a jövőbe, s látott hozzá a romok eltakarításához, az ország újjáépítéséhez. Fázva, éhesen, rongyosan és hajléktalanul kiáltotta. Felszabadultunk a szovjet segítséggel, ezért azonban keményen meg kellett fizetni. A segítségnyújtás mögött ott lakult a zsarnokság. Testet nyomorító, lelket pirító, megalkovásra kényszerítő idő következett. Hogy zsarnokság van, hogy zsarnokság van. Nem csak a pusolcsőben, nem csak a börtönökben, a zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanácsban, az anyamosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felel, tányérban és pohárban, az otthon az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában. A 40-es évek végén, az 50-es évek elején minden szovjet mintára tettük. Akik szót mertek emelni a rendszer ellen, azokat bebörtönözték, deportálták, de sokak kényszerültek az ország elhagyására is. Bécés völgy is elmaradta, felnőtt sem várt már magából. Átlánt kép a lónatáj, búja, mint az ég kíséri, szíve vérzi, szíve fáj. Mékesebben ezek szavak, Isten hozzá szép haza. Thank you.
ajtó megnyitott. Töntsd el, magyar! Töntsd el, diák! És vonjuk láncán kezünk! Töntsd el, kiejtette úrban! Velünk jössz te, vagy ellenünk? Ébredj, magyar! Ha aludni gyalázol, vakondok szeret! Jöjj el közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén fejed! Bírd a fejjel gyávákának, napban néző a viszont! Ne várj tovább, ma határoz! Velünk jössz te, vagy ellenünk? 1956. október 23-a kedvol, verőfényes kora őszi nap. Délután 10 000 budapesti egyetemisten indult a Petőfi szoborhoz. Egyre nőtt a lárma, zúgott, tombolt az utcán a tömeg. 48-as dalokat hasonlott mindenki, zászlott lengnek, piros, fehér, zöld, lobogó. Thank you.
meg sem forogni egy pillanat. Sokan sírtak. Akkor motorkerékpáros katonatisztek berettek be a térre. A rádióhoz lövik a népet! A rádióhoz emberek! Megmozdult az ember utcán. Hol szeretem? Vers tiszta lábot, jöjjön, ki vélünk érez és akar, és meghódítjuk a világot, e szóval, hogy magyar. A nyűzgő, feldőtt, lángoló utcák szinte csatatérré változtak. Piros a vér a Pesti utcán, munkás a kisebb vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter kit lövett? Kire lövettek összeújott ti? Megbukott miniszterek, sem az AVH, sem a tankotiteket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkbe, merre tudsz? Véres volt a kezed már régen, gerőerdő, csak ölni tudsz? Piros a vér a Pest utcán, eső esik és elvedünk. Mossa a vér, de megmaradnak a Pest utca kövei. Miköz eszménynek testet adtak, testből csontá lettek, és fennmaradtak utódaikban. Kik a lényeget őrzik, a megtartott titkok tudói, az örökös kezdetek folytatói, a hont folytonója alapítói, rendületlenek a végtelenek. Ez a történelem. Hosszú ideig fognak erről beszélni, írni, igazat mondani, gyalázni, de sokan fogják dicsőíteni. Mindenható egyesség is. Ki összetartod a világokat. Engedj, hogy bármi sorsnak ellene, de ez esemény nem esnek gondolat, hogy nemzetünk mindenik nyomára, ragyogjon emberi adóság sugára. Milyen lelkes volt a tüntetőnek, mert azt éreztem, hogy szabad. Szabad és magadon. Micsoda mámorító érzés. Kell a népnek, a nemzetnek az ilyen pillanat, hogy becsülhesse magát. Megálltam rózsán sikogódat, mint messiás búsina. A vérem tán színűbe maradt, de láttalak, forradalak. A három szívogató mellé tegyetek három esküvés. Sírásba legyek tiszta konyát és a zsarosság különetét. És fogadalmat a kicsi ország, hogy el ne felejtsek, aki én. Hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán volt a vég. Legyen csendes az ám, mert nem voltak hiába. Letanult erdőfájának, úgy fekszenek fogyásban. Föltönt a szájuk, némán kiáltjuk a nesküt, elvetett magadőben, s csontra szeletesen. Felvont csillikon mécses, október tűzvirágot. A holtak ugán kérdez, válasz, már mit sem várnak. Múltunkat elrabolták, s sivár jön a hallgat, ők élik túl a holtak, s győzes boldalmat. Szabadság! 1956. október 23-a fordulópont Magyarország történetében. Nem érti ezt a sok ember? Mi állapot van, mint a tenger? Miért remegtek világrendet? Egy nép kiáltott, aztán csendek. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, most volt a nép? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe vonták, ilyen nagy dolog a szabadság. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem tartozi meg. Ki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígéret, nem hamisít. Nem alkuszik meg, hű becsület érez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Ma sziklatűz csak egy külön szívében, holnapra már nagy testvér érzelem, mely a viharban és lobogban égve uralkodik büszkén százezeket. Ma szikla, holnap lát majd egy tűzeltő, mely bígolával az égig lobog. Hiába tiplod el minden növekvő, s a szunnyad is nem mondják el kolom. A fáradott úgy hallgatolva még nagy ponszerelme égő fákralángát átadja, s minden az utódra száll át. Meggyújtja ő, s a tűzás szeltárad, átadja gyermekének, ez fiának, aztán tovább, tovább, s a fáka ég. Yeah.
nagyon sokat készültek egészen tanév eleje óta, és én azt is látom, hogy amikor itt lejöttek a terembe, és először próbáltak, attól kezdve mennyit fejlődtek, hiszen csak azért is sokat kellett tenniük, hogy ebben a rendkívül visszhangos teremben megtanuljanak úgy beszélni a mikrofonba, hogy hallani, érteni lehessen a szöveget, amit mondanak. De végül is nagyon jól sikerült a felkészülés, köszönjük is megérdemlik a dicséretet. Őket már